Nem csak az újévi fogadalmak miatt fontos időpont január 1 -e, számos jelentős változás is életbe lép aznap. Az új lakások építésénél például a jövő év első napjánál vissza 27%-os általános forgalmi adó, amely az elmúlt négy évben 5%-os szinten volt. Azok azonban, akiknek 2018. november 1 megelőzően már megvolt az építési engedélyük, vagy belekeztek az egyszerű bejelentési eljárásba, 5 év haladékot kaptak. Vagyis a kedvezményes áfa igénybevételi lehetőségük 2023 év végéig meghosszabbodott. Azokra pedig szintén ez vonatkozik, akik már fizettek előleget a kivitelezőnek. Bár a legtöbb építkezés drágulhat az áfa emelkedés következtében, nagy horderejű visszaesést nem várnak a szakemberek a területen. Biztos lesz valami moderáló és lassító hatása ennek a áfa korrekciónak, de, de az nem várható, hogy ettől kezdve jövőre megáll az élet, és még mindig az áthúzódó munkák miatt, meg emiatt a öt éves tolerancia korszak miatt továbbra egy lassulás az becsülhető, de nem fog megállni az élet a lakáspiacon. A változás előszelét már az ingatlan piacon is érzik. A szakértők szerint sokan fognak a használt lakások felé fordulni azok közül, akiknek nem telik majd újra a drágulás következtében. Az általunk megkérdezett közvetítő iroda vezetője úgy véli, hogy a használt ingatlanok kínálata tudja majd követni ezt a várhatóan növekvő keresletet, mivel a piac bővült az elmúlt időszakban az új családtámogatási formáknak köszönhető költözések következtében. Többen közben még így az év utolsó napjaiban is valamilyen kedvezmény bejelentésében bíznak. Én úgy gondolom, hogy az ünnepek után lesz egy ébredés a társadalomban hiszen most ugye a december 31-el lezárul egy 5%-os történet, és azután fog kezdődni egy újabb. 27%-os régi történet, amit még nem tudunk, hogy esetleg nem -e fogunk kapni valamilyen kedvezményt az újépítésű lakásokkal kapcsolatban, tehát még mindig abban reménykednek a vállalkozók, hogy ez az 5% marad, úgyhogy én azt gondolom, hogy reálisan várjuk meg a december 31-ét, és akkor majd meglátjuk. Bár vannak, akik még kívánnak, na a szakember elmondása szerint Nyíregyházán is megélénkült a vállalkozók érdeklődése a lakjás eladások iránt, többen szeretnének még az év túladni ingatlanjaikon.